Kellemes estét kívánok, köszöntöm Önöket kulturális magazinunkban, a Társalgóban. A következő mintegy 30-40 percet ismét a kultúrának szenteljük. Itt lesz velünk Pál Lászlóné, Szabó Zsuzsanna, aki a nemrégiben megjelent könyvéről beszélget velünk, illetve itt lesz Tóth Péter, a Broadway Dance Sportegyesület elnöke is, ő pedig az elmúlt 5 év munkájáról számol be nekünk. Egy héttel ezelőtti adásunknak volt játék kérdése, amely így hangzott: mi az eredeti szakmája limarának? Ugye sokan azt hiszik, hogy pék, de ő valójában nem tanulta sosem ezt a szakmát, az eredeti foglalkozása műszaki rajzoló. A nyertesek már a képernyő alján olvashatják neveiket. És természetesen ma is játszunk, a mai kérdésünk így hangzik: melyik híres nagyvárosban található a Broadway sugárút? Amennyiben tudják a választ, akkor írjanak SMS-t a már megszokott módon, 0630 447 1464-es a telefonszámunk, és kérem, hogy a megfejtés mellé a nevüket is írják oda. A nyereményeink között mozi belépőjegy, fürdő belépőjegy és családi belépőjegy a Makói Múzeumban szerepel, illetve kisorsolunk kétszer két fő részére a Szegedi Nemzeti Színházba belépőjegyet, valamint két fő mehet el a 2016-os Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadására. És még mielőtt elkezdjük a beszélgetést Pál Lászlónéval, a következő percekben visszatekintünk a könyv bemutató pillanataira. Hiánypótló az a könyv, amit a Makói József Attila Gimnázium egykori történelem tanára Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna írt. A jeles gimnáziumi tanárok Makon című könyvet szombaton mutatták be az érdeklődőknek az iskola aulájában. Az esemény az intézmény 120. évfordulójához kötődő rendezvénysorozat egyik programja volt. A jeles pedagógusokról szóló könyvben 35 olyan tanár szerepel, akik egykoron Makó legpatinásabb intézményében oktattak. A szerző ezzel a munkával szeretett volna tisztelegni egykori tanárai és kollégái előtt, valamint elmondta, ezzel a munkával ajándékozta meg születésnapja alkalmából az intézményt. A szerzővel a JAG egyik jelenlegi tanára, Kocsisné Maráci Margit beszélgetett, aki mint egykori gimnazista és kolléga olvasta a könyvet. Nagyon kíváncsi voltam rá, nagy érdeklődéssel vettem kezembe a könyvet, és csodálatos dolgokat tudtam meg a tanárokról, eredményeikről, hobbiaikról, specialitásukról, hogy milyen különleges, országos és nemzetközileg elismert diákokat neveltek ki ebből a gimnáziumból, hogy ismét csak büszke lehettem rájuk. Melyik az a fő momentum, amit kiemelnél belőle? Hát nagyon sok érdekes dolog van benne. Minden embernél megtaláltam valami csodálatos dolgot, és szinte nem is nagyon tudom, hogy melyik vagy mi legyen, mert mindenkinél van valami olyan, ami egyedi. A kötetbe olyan neves pedagógusok kerültek, akik példaértékkel szolgálhatnak nem csak pedagógiai, hanem személyiségükből adódó tulajdonságaik alapján. A könyvben szereplő 35 egykori pedagógus közül 11-en jelentek meg a könyvbemutatón, köztük Baranyi Gizella, aki 28 éven át oktatott matematikát a gimnáziumban. Elismerését a nyáron kapott gyémán diploma is jól tükrözi. Már Zsuzsi megmutatta akkor, hát csodálkoztam, hogy honnan tudott annyi mindent összeszedni. És hát nagyon szép megemlékezés ez, úgyhogy el voltam ragadtatva. Ugyanilyet kaptam az egyetemtől is mostan, és éppen azt szórakozom, hogy képzeld el, hogy a tanárok, a professzoroknak a aranyköpéseit is olyan érdekes dolgokat, ugye az akkoriakról, aki, úgyhogy nagy élmény volt ez is. Hát majd elolvasom mindegyiket, mert nagyon sokat ismertem, csak tudod, nagyon sajnáltam, hogy a felem meghalt már, úgyhogy ez a helyzet. Mettől meddig tanított itt, és hogyan emlékszik vissza azokra? 32 évig tanítottam, mert előbb Csongrádon kezdtem a dolgot, és drágám, ide jártam gimnáziumba is, úgyhogy itt érettségiztem, és hát nagyon mindig a József Attila gimnázium. Volt nagy örömöm is, mert az egyik fiam megnyerte a matematika versenyt, és tudod, nagyon jó tanárok voltak itt, Domokos Géza, különösen matematikából, ahol tényleg nagyon sokat tudtam tanulni, és én nagyon szerettem tanítani. Még most is van egy jó pár tanítványom, a szomszédok mindig üldöznek, kérlek, úgyhogy szerencsére még az eszem nem ment el, úgyhogy gondolkozni, és tudod, hogy
olyan nehezen gondolkoznak a mostani, és azért az akkori gyerekek jobbak voltak, érdeklődőbbek, mint most annyi fele szétmorzsolódtak, tudod, a dolgok. De nagyon örülök, hogyha ugye, itt is olvasom, hogy milyen szép eredményeket érnek el, milyen jó érettségik vannak. Pál Lászlóné a József Attila Gimnázium név 1955-ös megjelenésétől számítva az azt követő 40 évig tartó intervallumban itt tanító jeles tanárok életét foglalta a könyvbe. 3 év munkája van benne 250 oldalon. Mint ahogy az előző percekben láthatták, nagyon sokakat érdekelt a jeles gimnáziumi tanárok Makón című kötet. Erről fogunk beszélni a következő percekben vendégemmel, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szívesen. Ugye ez egy olyan kötet, ami a gimnázium 120. születésnapjára készült, mint ahogyan elhangzott az anyagban. Ön ezzel ajándékozta meg a gimnáziumot, de hogyan jött ennek az ötlete, hogy megírja? Körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor kérésre Búzás László tanár úrnak az életrajzát, pályafutását kellett megírnom. Azt egy konferencián mondtam el, majd egy év múlva körülbelül, akkor dr. Tóth Ferenc, szintén történelem tanárom, életpályáját írtam meg, ami megjelent a Honismeret Csongrád megyében című kötetben, és utána 2011 körül jött a határozottabb elképzelés, hogy talán szükség lenne egy ilyen kötetre, ami bemutatja a régi jeles gimnáziumi tanárok életútját, és akkor ezzel egyúttal emléket állít nekik is, és hát a diákoknak és a volt kollégáknak pedig bemutatja, hogy milyenek is voltak ők más szemszögből. Ugye elhangzott, hogy ebben a kötetben dr. Tóth Ferenc is szerepel, illetve Baranyi Gizella, de kik azok, akikről még írt? Ugye 35 tanár van benne, köztük olyanok is, akik egykor önt is tanították. Igen, természetesen, hiszen az időszak az az én gimnáziumi tanulmányaimat is magában foglaló időszak, valamint az egyetem után visszatértem a gimnáziumba tanítani, és akkor már kollégaként dolgozhattam velük együtt. Mennyire sikerült ezt a kettő szerepet így megírni, ugye két szemszögből gyakorlatilag? Ez most így az írás időszakában nem okozott semmiféle problémát. Akkor, amikor diákként visszatértem tanítani, és beléptem a tanári szobába, tantestületbe, hát akkor bizony érdekes helyzet volt számomra, mert ők természetesnek vették azt, hogy érkezett egy új fiatal kolléga, örültek, hogy még ismernek is, és akkor segítettek, tehát rengeteget segítettek, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek nekik. Ugye 1955-től íródott ez a könyv, 40 évet foglal magában. Miért pont ez a 40 év? 1955-ben vette fel a Makói Gimnázium József Attila nevét, és előtte ugye több más nevet is viselt, ezért gondoltam, hogy talán egyszerűbb lesz megnevezni, emlegetni az iskolát, hogyha József Attila néven írom le. Ez az egyik, a másik pedig 95, hát gondoltam akkor 4 évtized az egy kerek szakasz, és így születtek meg az időhatárok. Mi alapján választotta ki a könyvben szereplő tanárokat? Ugye 40 év alatt rengeteg pedagógus tanított a gimnázium falai között, mégis valamilyen módon szelektálni kellett közülük. Igen, ez természetes, hiszen végül is anyagi korlátai is voltak a könyvkiadásnak, de 3 olyan szempontot emeltem ki, ami inkább a beválogatást szűkítette. Az egyik ilyen, hogy státuszon, azaz álláson lévő tanárok közül válogattam. A másik, hogy legyen elegendő forrás
és anyag, a harmadik pedig, hogy kiemelkedő szakmai, pedagógiai, emberi tevékenységek határozták meg azt, hogy éppen ők. Természetesen sokkal több is lehetett volna, de az én lehetőségeim is végesek. Említette is a forrásokat, nagyon jó, hogy ez szóba került. Miből dolgozott, és mennyire volt nehéz ez a kutatómunka? Igen, nehéz a kutatómunka, hogyha az ember teljes, vagy viszonylag teljes képet szeretne adni egy pedagógus pályafutásáról. A források elsődlegesen, hát úgy mondjuk, hogy primer források, azaz írott dokumentum formájú forrásokból igyekeztem dolgozni. Ehhez a gimnázium komoly segítséget nyújtott, hiszen náluk álltak rendelkezésre azok a személyi anyagok, amelyek összegyűlnek egy-egy pedagógus munkahelyén. És ezeket rendelkezésemre bocsátották, amiért nagy-nagy köszönet, hiszen nagyon sok keresgélni való volt, és az volt számomra a lényeges, hogy tudjak hivatkozni mindig arra, amit állításként leírtam egy-egy személyhez. Ez volt az egyik forráscsoport, a másik különböző újságcikkekből, folyóiratokban megjelent tanulmányokról, életrajzokból származott, és támaszkodnom kellett megbízható szóbeli forrásokra is, régi tanítványok, kollégák véleményére, de ők mind nevesítve vannak a könyvben, tehát nem úgymond kitalációk, azok a megállapítások, amelyeket tettem, és remélem, hogy egy-egy élvezetes sztori is belekerült azért, bár nem ez volt elsődlegesen a cél, hanem hogy kutatás számára is későbbi időszakra is alkalmasak legyenek ezek az életpályák. Nekem volt szerencsém áttanulmányozni ezt a kötetet, és én is megerősítem, hogy nem egy szokásos életrajzi kötetről van szó, hanem nagyon sok színes történet is ezeket az oldalakat bővítik. Mi volt tanárnő számára a legemlékezetesebb, vagy legérdekesebb történet, amit valamelyik alanyról írt? Na, természetesen nem tudok egyet kiemelni, hiszen úgy gondolom, vagy kezdetben úgy gondoltam, hogy egy kicsit lehet, hogy egyhangúnak tűnik majd, mert hiszen az ilyen életrajzoknak, életpályáknak megvan a maguk szerkezete. És hogy majd egy kicsit egyhangú lehet, hiszen született itt, ott, szülei, tanulmányai, munkahelye, alapvető tanítási jellemzők, és hogy jaj, hát amikor már az ötödiknél tartottam, akkor jöttem rá, hogy ez egészen biztos nem ilyen lesz, hanem mindegyik a maga személyiségét tükrözi az életpályájában, és rendkívül érdekes életutak szerepelnek benne. Nagy-nagy változatossággal. És én azt gondolom, hogy vannak ugyan közös jellemzők, természetesen, hiszen alapvető kiváló pedagógusi adottságok, azok mindegyiknél megvoltak, vannak, de az életutak, hogy hogyan kerültek odáig, és ott mi minden határozta meg a változatos tevékenységüket, az nagyon nagy szóródást mutat, tehát emiatt is érdekesek. Van-e példaképe a közülük ön számára? Természetesen van. Elsődlegesen, akik meghatározták az én pályaválasztásomat is, hát a két történelem tanárom, Búzás Laci bácsi és Tóth Feri bácsi, és az orosz tanárnőm, Tarjányi né, kis Erzsike néni, akiknek alapvetően köszönhetem a választásomat. De
de úgy gondolom, hogy nem csak számomra példaképek, és nem csak ők, hanem a többi tanár is, hiszen azért választottam az én véleményem szerint jeles tanárokat, mert úgy ítéltem meg, hogy nagyon sokaknak nagyon sokat adtak, alapvetően törődtek a gyerekekkel, és segítették őket, hogy értelmes, hasznos, jó pályára álljanak életükben. Végül egy utolsó kérdés, hogy ugye ez a könyv befejeződött, lezárult, de mi az, amin most dolgozik? Ugye tanár sosem mutatkozik. Ez így igaz. Mindig vannak teendőim. Szerkeztem a Makói Honismereti Híradót, évente egy dupla számot adunk ki belőle. Abba írok is, megszerkeztem is. És hát a legnagyobb kaliberű munka most párhuzamosan futott ezzel, a jeles tanárok könyvével, a Csongrád megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2013-tól 15-ig terjedő időszakra. Hát ez egy több száz oldalas összeállítás lesz, és most ezen dolgozom. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és további jó munkát kívánok. Én is köszönöm a lehetőséget. Sok jó egészséget. Mi pedig folytatjuk tovább, a következőkben a Broadway Dance sportegyesületet látjuk vendégül, hiszen ők 5 évesek idén, de mielőtt a beszélgetést elkezdjük, pillancsunk vissza a május 28-ai társalgunkban, amikor a táncosok egy remek előadást mutattak be. Gotta be.
már születésnapnál tartunk, ugyan nem a 120-at ünnepli a Broadway Dance, mint a gimnázium, hanem még csak az 5-et, de sok szeretettel köszöntöm Tóth Pétert itt a stúdióban, a Broadway Dance Sport Egyesület elnökét. Ugye ma délután nyílt meg a kiállításotok a könyvtárban. Miket láthat az odaérkező, aki szeretne bepillantást nyerni a Broadway Dance munkájába? Köszönjük elsősorban a meghívást. A könyvtárban ugye most nyílt meg a kiállításunk. Az elmúlt 5 év anyagát igyekeztünk kiállítani, fényképeket, erekéket, kupákat, érmeket, táncos ruhákat és minden olyan egyéb dolgot, ami az elmúlt 5 évhez köthető. És hogyan telt ez az 5 év? Elég mozgalmas volt. Én nagyon jónak ítélem meg ezt az elmúlt 5 évet. Ugye 2010. október 1-én kezdtem meg itt a munkátmokon, tehát itt kezdtem tanítani. Az első év az egy ilyen tanuló időszak volt tulajdonképpen. Érdekes, hogy az első meghirdetett tanfolyamokra rekordszámú jelentkező jött, tehát azóta nem volt egy olyan év sem, mint ott az első pontban, tehát ott közel 50 gyerek és felnőtt jelentkezett a tanfolyamainkra, de azóta is nagy népszerűségnek örvendünk, úgyhogy megy a munka ezerrel. Milyen célokkal érkeztél ide Makóra? Ugye akrobatikus rock'n'roll a ti műfajotok, ilyen még nem volt Makón korábban. Ez így van, annyit tudni kell a műfajról, hogy ez körülbelül egy olyan 20-25 évre tehető vissza itt az országba, hogy népszerűsítik, vagy létezik egyáltalán. Valahogy így ez a délalföldi régió így nem volt ebbe jártas. Ugye én Szegeden tanultam, ott volt egy egyesület, ami sajnos megszűnt. És én úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen itt a délalföldi régióban is kellene népszerűsíteni ezt a sportágat. Ilyen is sportágról beszélünk. Budapesten nagyon sok sportegyesület van. Ott Eger és környéke Gyöngyösön, illetve Nyugat-Magyarországon is egészen Pécsig. Tehát igazából ez a régió, ami kimaradt ebből. Tehát lett volna lehetőség fölmenni máshol és dolgozni, én mindenféleképpen azt szerettem volna, hogy itt ezen a vidéken ezt a műfajt is ismertessük. És ezek szerint van erre igény, hiszen rengetegen vagytok, ugye említetted is, hogy az első évben 50-en jelentkeztek, de azóta is folyamatosan indítotok csoportokat. Most jelenleg hányan vagytok? Így van, jelenleg körülbelül egy állandó fix létszáma, körülbelül 30 emberről beszélhetünk. Ami érdekesség, hogy idén megint egy ilyen hullám jött, és megint nagyon sok kezdő jött, és igazából ott a kisebb kategóriában, tehát az óvodás és az iskolásoktól, kisiskolásoktól. És az elmúlt 5 évhez hozzátartozik, hogy rájöttünk, hogy a kisebbekkel sokkal jobb, tehát nem olyan gyorsan lehet velük dolgozni, mint egy nagy lányokkal vagy nagyobb emberekkel, tehát ugye sokkal többet kell velük foglalkozni, de kifizetődőbb, tehát nagyon lelkesek. Aki ott kezdett nálunk kicsinek és kitartó, az tartós, és otthon is egy oszlopként áll a csapatban. Mesélj erről a műfajról egy picit, ugye azt mondtad, hogy nem olyan régóta van ez Magyarországon, de mit kell a táncnak erről a kultúrájáról tudni? Igen, tehát egy olyan 25-30 évre lehet visszatenni azt, amikor bejött Magyarországra. Szombathelyen Szatucsák Klára hozta be a műfajt. A nagy edzők, Magyarország nagy edzői mind onnan származnak, Szombathelyi és annak a vonzáskörzete. Egyébként Amerikából származik ez a műfaj? Nem, ez egy német műfaj, német. Tehát ugye nagyon sokan keverik, érdekes volt, múltkor utaztam Pestre, és egy baráti beszélgetés volt, és kérdeztem, hogy ismerik-e a műfajt, és mondta, hogy persze, hát a pörgős szoknya, és a Fenyő Miklós, ugye, hát nem, ez nem az a műfaj, tehát ugye az alaplépések a régi rock'n'rollból származnak, de maga az akrobatikus rock'n'roll egy nagyon szigorú szabályokhoz kötött sporttánc. Ez Németországból ered egy német úriember az, aki megírt ennek a szabályait és az alapjait lefektette. És akkor ezt csak lányok táncolják, vagy lehet ezt párban is művelni? Nem, ez eredetileg ez egy páros műfaj, tehát egy másik érdekesség, hogy a lányformáció az egy magyar találmány, tehát maga a páros volt az, ami elismert és hivatalos sportánként, vagy műfajként működött. Ugye Magyarország egy eléggé konzervatív ország, beszéltünk erről. Nem volt az divat, főleg ott a 90-es évek elején, hogy fiúk menjenek táncklubokba. Ezért mit tudtak csinálni a magyar edzők? Kitalálták azt, hogy lányok összeraknak csapatot. Ezt a külföldi, illetve a világszövetség nagyon nehezen fogadta el. Ezért is van mai napig az, hogy van magyar kategória, ez a nemzeti kategória, és van a nemzetközi. Tehát nemzetközileg elismerték például a junior nagyformációt, alapvetően a nagyformációkat, junior nagyformációt és a felnőtt nagyformációt, és a nagy akrobatikus elemeket nem engedik nemzetközi versenyekre lányformációba. Párosban pedig egészen ugye serdülő, junior, felnőtt, 3 kategória van felnőtt kategóriában például.
Picit kanyarodjunk vissza hozzátok. Ugye gyakorlatilag nincs olyan hónap, hogy ne hallanánk Broadway sikerről. Ezt hogyan csináljátok, hogy mindig mindenhonnan első helyezéssel tértek haza? Most, ahogy pont írtam ezt az elmúlt 5 évet, papírra vetettem, hogy mi volt és hogy volt ugye a köszöntő beszédhez is. Az első év az nem volt teljesen olyan sikeres, ahogy mi vártuk. Tehát a sportág az folyamatosan fejlődik. Azt még elárulhatom, hogy nagyon szeretnék a nagy edzők, illetve a műfaj, hogy olimpiai sportág legyen. Úgy néz ki, hogy van rá lehetőség, hogy olimpiai sportág lesz. A hosszú távú időben, vagy rövid távú időben, majd látjuk. Tehát emiatt nagyon-nagyon folyamatosan változik, oda kell figyelni a szabályokra. Tehát ha valaki kiesik ebből a versenyzésből, akkor tehát szinte elszokik tőle, tehát hogy nem is tudja azokat a szabályokat, tehát újra fel kell frissíteni. Ez az első éves versenyszezon, ez egy tanulás volt. Tehát ott kullogtunk az utolsó helyeken, és utána rájöttünk arra, illetve megbeszéltük a szülőkkel, hogy mit kell tenni. Tehát az nem számít, hogyha barátok, barátnők vannak egy csapatban, ha nem jól működnek, szét kell őket szedni. Lehetnek attól barátok, de a csapat az képesség szerint kell, hogy összeálljon. És utána jöttek a sikerek, tehát ott igazából 2013 okozta azt a hú de nagy áttörést, és most már igazából, hogyha elmegyünk egy versenyre, akkor ismerik a nevünket, tudjuk, hogy kik vagyunk, és szerintem azért ez is sokat számít, hogyha van már egy előéletünk, és nem csak úgy a semmiből megyünk oda. Mi volt az, amire a legbüszkébb vagy? A legbüszkébb az egyik, ami a leges-leges legjobb, az 2012-ben, amikor elmentünk az első területi versenyünkre, igaz, nem első helyezettek lettünk, de a dobogóról se álltunk, de egy olyan csapatot sikerült legyőznünk, akik már évek óta versenyeznek. Egy több éves csapatról beszélünk, annyit meg tudni kell nálunk, hogy emberszorzó van, ami azt jelenti, hogy nagy formációs kategória volt, ők 16-an táncoltak, mi 8-an voltunk, és a 8 lány megverte a 16-os formációt, ami nagyon jó, mert a 16 emberre szorozzák fel a pontot. Mm. Tehát ez egy nagyon jó elismerés volt. Hát illetve az elmúlt év volt, ami tényleg egy nagyon sikeres év volt, versenyév volt. Ott például ugye a nagy formációnk, a felnőtt nagy formáció az Amerika kapitány, amiben én is táncoltam. Ott végverhetetlen volt, tehát ők megkapták az év táncadíjat és Debrecenben májusban. Ez volt, ami ilyen nagyon kiemelkedő, illetve az a triónk, a Demonic Angel, aki kijutott áprilisban Szerbiában a nemzetközi versenyre, és ugye sikert arattak, tehát dobogóra legfelső fokára állhattak. És mik a tervek a következő évekre? Gőzerővel készülünk most már, tehát januárban mutatjuk be mindig az új produkciókat. Most csatlakozni fogunk az MLTS-hez, ez a Magyar Látványtánc Sportszövetség, tehát most már nem úgy fogunk menni versenyekre, hogy egy kiírt versenyre megyünk, hanem már fogunk menni egy területi versenyre, hogyha megszerzünk annyi pontot, elmegyünk országos versenyre, és ha kijutunk, akkor nemzetközi bajnokságra, tehát egy ilyen továbbjutós versenysorozatra fogunk menni. Sok sikert kívánok hozzá, de még szépen. Mielőtt elengedlek, egy utolsó kérdés, hogy honnan jött ez a név, hogy Broadway Dance? Ugye ehhez kapcsolódik a játék kérdésünk is, tehát neked ez hogyan jött az ötlet hozzá? Ez egy viszonylag hosszú sztori, de megpróbálom összefoglalni. Én ugye általános iskolában kezdtem ezt a táncot, és amikor a gimnáziumba kerültem, akkor én ezt abba hagytam. És nagyon hiányzott a tánc, és akkor jött be ugye a nagy közösségi videó megosztó, ahova fölmentem, és föl volt töltve egy lányformációnak a videója, és nekem nagyon tetszett, és én azt néztem reggel, délben, este, az a zene volt letöltve, és a feltöltőnek volt az a neve, hogy Broadway Dance, és megfogadtam akkor, hogyha egyszer lesz tánciskolám, akkor ez a név lesz az. Úgyhogy amikor 2010-ben megalapult az egyesület, nem is volt kérdés a névválasztás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok nektek, még sokáig hallhassuk a ti neveteket. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi pedig folytatjuk tovább, de még mielőtt a következő összefoglalónkat láthatják a Szent Erzsébet bárról, elmondom a játék kérdésünket, hiszen ehhez a beszélgetéshez kapcsolódott. Melyik nagyvárosban található a Broadway sugárút? Ugye ez egy nagyon híres sugárút Amerikában, ennyit segítek, de hogyha tudják a választ, akkor írjanak SMS-t a 0630-447-1464-es telefonszámra. Most pedig a már említett Szent Erzsébet bárról láthatják az összefoglalót, hiszen a Signum iskola már a 25. születésnapját ünnepli, és ez volt az ünneplés módja, ez a bár. Thank you.
Első bálnozó fiatalok ezzel az impozáns bécsi keringővel nyitották a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium szombaton tartott jótékonysági bálját. A Szent Erzsébet bál már a 9. volt a város történetében, így méltán lehet mondani, hogy nagy hagyománya van ennek az iskolában. 2007 őszén kezdtük, és hát az most akkor a 9. alkalom, aminek hát most már tényleg egy kialakult, mondhatom azt, hogy koreográfiája van, megvannak az állandó elemei, a Szent Erzsébet kenyérek megszentelése, azok kiosztása, mindenki egy-egy Erzsébet kenyéret hazavihet a bálból, és megvannak nyilván a műsorszámoknak a helye, ez nyilván változik évről évre. Most már öreg diákok is járnak vissza énekelni, járnak vissza muzsikálni, és az jó érzés akkor, hogy már az ember érzi, hogy egy-egy generációt hát úgymond fölnevelt, de hát nyilván ez a kor előre haladtával is jár. Kedves nézőink, ennyi fért ma esti társalgunkba, de még mielőtt elbúcsúznék önöktől, ismét elmondom a játék kérdésünket, melyik nagyvárosban található a Broadway sugárút, írjanak SMS-t a 0630 447 1464-es telefonszámra, és írják oda nevüket is a helyes válasz mellé. Természetesen értékes nyereményeink vannak, mozi belépőjegy, fürdő belépőjegy és színház belépőjegy illeti meg a szerencséseket. És köszönöm, hogy velünk tartottak ma este, és legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!